Közel 20 éve foglalkozom úszásoktatással. A versenyzői pályafutásom vége felé úgy éreztem, hogy ez az irány lesz, ami nekem meghatározza az életemet. És hát most már több ezer gyereket tanítottunk meg úszni. És az a generáció, akikkel elkezdtem dolgozni, most már felnőtté váltak. Nem feltétlenül az e-sport felé fordultak, sőt, hát a nagy része nem az e-sport felé fordult, hanem tanulmányaikat folytatták különböző egyetemeken. És azt vettem észre, hogy ezek a gyerekek most már nem gyerekek. Hát ezeket a gyerekeket megfertőzte rendesen azért az úszodák világa. Hála Istennek! Ugye, hogy mondjuk úgy, hogy abba hagyták az úszást, és ugye a tanulás lett a fontos, a tanulás lett az irány. Egyetemistaként jó néhányan lejöttek az úszodába. És akkor kérdeztem, hogy hát vizsgai időszak van, most nem kellene inkább a tanulással foglalkozni 100%-osan. És a legtöbbnek az volt erre a válasza, hogy ki kell mosni az agyomat. Muszáj lejönni egy kicsit mozogni, hiszen a víz az nagyon-nagyon jó közeg. És ez a mozgás az nagyon-nagyon jó arra, hogy egy kicsit a lélek felfrissüljön, az agy felfrissüljön. Fizikálisan kell egy kis fizikai munka ahhoz, hogy az agy újra fogjon. És hát ismét csak teltek múltak az évek, és ugye ezek a felnőtt, hogy ezek az egyetemistákból érett felnőtt férfiak, hölgyek lettek. Az egyik akár mentőtiszt, a másik bankban dolgozik, vasútmérnök, akkor leendő vadászpilóta, és hát szépen újra-újra megjelentek az úszodában, és most már rendszerességgel. Van, aki munka előtt, van, aki munka után, de újra az úszodák világába tértek vissza. Így azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit az úszoda a mindennapokká, a mindennapos rutinná vált a munka mellett, és hát ugye a tanulás mellett is. A sport nagyon kell arra, hogy a testi-lelki egyensúlyunk rendben legyen, és így a maximumot tudjuk kihozni mind a munkában, mind a tanulásban. Ha sport megvan, akkor én azt gondolom, hogy a testi-lelki egyensúly is rendbe kerül.